A november 11-én érvénybe lépett járványügyi intézkedések értelmében a 14 éven felüli diákoknak digitális oktatásra kellett áttérniük. Az általános iskolák, óvodák és bölcsödék pedig nyitva maradhattak. Akkor Novotnéban Erzsébet, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója azt mondta, a legnagyobb fejfájást az alsóbb évfolyamosok oktatásának megszervezése jelenti majd. Kicsit nehezebb lesz, hiszen hetedikesek, nyolcadikosok előre láthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Tulajdonképpen fölkészültünk erre a lehetőségre, hiszen a Classroomban minden osztálynak megvan a kis osztály, a csoportja, tehát oda tudják a kollégák küldeni a feladatokat, illetve a gyerekek is tudják a megoldott házi feladatokat visszaküldeni. A Zoom reméljük működik továbbra is, ott már tulajdonképpen csak a két új osztálynak kellett némi útmutatást adni, és szerintem nem fog ez problémát okozni. Ami nehézség lesz, egyrészt az, hogy mi lesz a szóbeli érettségizőkkel, hiszen éppen ma tekinthették meg az írásbeli vizsga eredményét, és hát bizony bő két hét múlva lenne a szóbeli. Ezt nem tudjuk még egyelőre, hogy fog működni, és itt az iskolában is nagyon sokan szóbeliznének. Talán ez az, ami bizonytalanságot okoz, illetve az értékelés, hiszen ez nem lesz egyszerű. Tavasszal könnyebb volt a helyzet, mert egész évben dolgoztak a gyerekek, értékeltük a munkájukat, tehát az, hogy most lett még egy-két olyan jegy, amit az alatt a 2-3 hónap alatt szereztek, az rendben van, de most még csak 2 hónapja járunk. Úgyhogy ez egy picit biztos, hogy nehezebben fog menni, hiszen kipróbáltunk, több lehetőséget van, amelyik úgy, ahogy működött, van, amelyik sehogy nem működött, de ezt is valamilyen formában meg fogjuk majd oldani remélhetőleg. Nem sokkal később már be is zárt a kapuit a Tolnai Vosinszky Mor általános iskola felső tagozata, az iskolában rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatal. A 8 osztályban összesen 203 diák tanul. Az intézményben több tanító is elkapta a koronavírust, az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. Elmúlt hét során a kollégáim sorozatos megbetegedése miatt a Bartók utcai telephelyünkön ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. Ezen a telephelyen 8 osztályban 203 tanuló tanul. 4 kollégánknak lett a COVID-19 tesztje pozitív, és további 7 kollégát teszteltek. Az ő eredményeire várunk most. Ezért szükségessé vált, hogy 2020. november 16-tól 20-áig rendkívüli tanítási szünetet rendeljünk el. A többi telephelyünkön a tanítás továbbra is folyik, és ezeket a napokat majd a későbbiek során fogjuk itt a Bartók utcába bepótolni. A rendkívüli tanítási szünet idején nincs ugye tanítás, tehát most nem online tanítást rendeltek el. Ennek az az oka, hogy a kollégák voltak betegek, és ugye a betegen lévő kollégák nem tudtak volna online órát tartani. Legalábbis nem mindenki volt olyan állapot, hogy online órát tartson. Bár a tolnai iskolához hasonló eset több egyelőre nem történt, Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, az elmúlt 2 hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. A szekszárdi tankerületi központ intézményeiben több mint 10 000 diák tanul, és közel 1200 pedagógus dolgozik. Az elmúlt 2 hétben jelentősen emelkedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. Míg az őszi szünet utáni első tanítási napon 9 fertőzött pedagógus, 8 fertőzött diák volt az intézményeinkben, és 3 osztályban volt tantermen kívüli digitális oktatás. Ez a szám mostanra jelentős mértékben megnőtt. Jelen pillanatban 43 fertőzött pedagógusunk van, aki otthon van, 31 néhány diák, és 21 osztály
számára rendelt el az operatív törzs tantermen kívüli digitális oktatást. Tolnán pedig 8 osztály számára az oktatási hivatal rendelte rendkívüli szünetet. Ami biztos, hogy azok a diákok és azok a pedagógusok, akik iskolában vannak, szuperbiztonságos körülmények között dolgoznak, mert hogy folyamatosan zajlik a fertőtlenítés az intézményekben, tehát az biztos, hogy az iskoláink a legbiztonságosabb helyek egyikének számítanak. Ezután is köszönjük a pedagógus kollégák, a technikai dolgozók és mindenkinek az együttműködését, hogy ez a helyzet így legyen, és minél előbb le tudjuk küzdeni a vírust.